mester arra utalt itt, hogy jövőre szeretne egy Bajnokok Ligája meneteléssel egy kiállítást. Van ennek valóság alapja, hogy jövőre itt nem egy Európa Liga, hanem egy Bajnokok Ligája meneteléssel lesz kiállítás? Először nyerjük meg a bajnokságot, ugye ez mindennek az alapja. Most nyilván az elmúlt hetekben azért nem jöttek úgy az eredmények, ahogy azoknak jönniük kellett volna, úgyhogy én azt mondom, hogy első körben most koncentráljunk nagyon a bajnokságra, tényleg kezdjük el újra gyűjteni a három pontokat, aztán majd, hogyha ez így lesz, akkor nyáron neki tudunk veselkedni a Bajnokok Ligája selejtezőnek, és hát egyértelmű, hogy ahogy minden évben, úgy a következő évben is a limitet azt szeretnénk egy kicsit tovább tolni, egy kicsit magasabbra szeretnénk emelni a lécet, úgyhogy nyilván a Bajnokok Ligájában is, hogyha tudnánk szerepelni a csoportkörbe, és ott esetleg egy olyan eredményt elérni, ami mondjuk tavaszi folytatással párosul, az azt gondolom, hogy még nagyobb dolog lenne, de ettől azért még messze vagyunk, és láthattuk azért a Leverkusen ellen is, hogy egy ilyen csapattól is még azért van mit tanulnunk.